Sziasztok, Balázs vagyok, és ez itt a Tarantula Farm. Mai napon az Epebopus cyanognathus madárpókokról lesz szó. Származási helyük Francia Guyana, életmódjuk üreglakó. A nőstények átlagos élettartama 14 és 16 év között mozog, míg a hímeké 3-5 év. A nőstények átlagos mérete 14-16 cm, a hímeké 12-14 cm. West és Marshall kategorizálta őket először 2000-ben. Viszont mit is kell róluk tudni? Az Epebopus cyanognathus egy gyönyörű, élénk színezetű, öreg lakó tarantula. A fejtora és a potroha világos, csillogó olivazöld, lábai pedig kiskorában még élénk rózsaszín színűek, majd ahogy növekszik, szép lassan átváltanak feketére. A legérdekesebb mégis a méregfogainak a színe, ami az ultraibajától a világos türkiszkékig, persze az árnyalaton belül, bármilyen színezetű lehet. Ráadásul a fogai is szintén csillogó hatást keltenek. Eredeti élőhelyük kifejezetten nedves és párás, így az átlagosnál nagyobb páratartalmat igényelnek. Ezen felül meg kell jegyezni azt is, hogy a hálójuk, mint a legtöbb avikulária fajnak, szintén vízlepergető hatással bír. Mivel természetes élőhelyükön általában fák tövénél, illetve kövek mellett szokták kialakítani lakóüregeiket, így valamennyire befolyásolni tudod, hol ásson magának új üreget. Ennek a legegyszerűbb módja, ha egy faágat, követ vagy valamilyen búvóhelyet raksz arra a részre, ahol szeretnéd, hogy kialakítsa lakhelyét, és közvetlenül mellette ás kicsit mélyebbre az aljzatban. Ez nem mindig válik be, ugyanis szeretnek a terrárium sarkaiban is áskálódni. Kifejezetten félénk pókok, akik szeretnek az üregeikben tartózkodni, úgyhogy fokozottan figyelj arra, hogy megfelelő mennyiségű aljzat legyen a terráriumban. Ezen felül az Epebopus cyanognathus egy kifejezetten defenzív tarantulafaj, úgyhogy nem árt vele óvatosnak lenni. Még egy érdekességük, hogy bár ők is rendelkeznek csalánszörrel, mint a legtöbb újvilági tarantulafaj, az nem a potrohukon, hanem a lábaik végén található. Ha veszélyben érzik magukat, nem a potrohukat, hanem az előső lábaik végét fogják összedörzsölni, ezzel valamennyire irányítva, hogy merre szálljon a szőr. Általában viszont nem a szűrüket használják védekezésre, hanem támadó poszt vesznek fel, és ha nem sikerült elijeszteni az általuk vélt veszélyforrást, akkor megpróbálják megmarni azt. Viszont most térjünk rá a tartásukra. A kis pókot érdemes egy kisebb műanyag dobozban tartani, ami a feléig fel van töltve föld, kókuszhancs és moha keverékével. A talajréteget mindig enyhén nedvesen kell tartani, és nem árt, ha van nála egy itatótálka. Egy kupak megfelelő erre a célra. A kis pókok általában üreget ásnak, és a búvóhelyeket is szeretik felhasználni. A kisebb tarantulák még igénylik a melegebb hőmérsékletet, körülbelül 24-25 Celsius környékén. Ha kinőtte a dobozt, jöhet a költöztetés. Etetésre heti egy-két alkalommal lisztkukacot és röpkéttelen legyet ajánlok a tarantula méreteihez igazodva. Ha esetleg az etetőállat akkora vagy nagyobb, mint a pók, akkor ajánlatos ártalmatlanná tenni, mielőtt odaadott kedvencednek. Veddés után 3-4 napig nem célszerű enni adni neki, ugyanis ilyenkor könnyen megsérülhet. Ha nem ette meg az ételét 24 órán belül, akkor a gomba és a penész elkerülése érdekében vegyük ki az ételt, vagy ami megmaradt belőle. Egy 20x20x20 centis terrárium 5-7 cm-es korában tökéletes választás. Ez a méret már látványosabb és szépen be is lehet rendezni, viszont ha 7 cm-nél nagyobb a pók, akkor ajánlatos beszerezni egy 30x30x30-es terráriumot. A kis póknál említett földkeverék neki is jó ugyanabban a mennyiségben. Az itatótálka itt már bőven lehet nagyobb méretű, viszont egy minimális párásítás még neki is kell. A búvóhelyeket itt még szívesen használhatja, viszont nagy eséllyel üreget fog ásni. Ennél a méretnél már elég a melegebb szobahőmérséklet, 21-23 Celsius fok. Etetésre egy-két hetente madárpókot potrohának méretéhez igazodva 2-3 tücsök tökéletes. Vedlés után átlagosan 8-9 napot érdemes várni a következő etetésig. A maradékot nála is ajánlott eltakarítani. Egy 40x40x40 centis terrárium 11-12 centis lábfesz távolságtól megfelelő neki, persze az arányokat figyelembe véve lehet nagyobb terráriuma is. A talaj nála is legyen félig feltöltve föld, kókuszhancs és moha keverékével, így ha esetleg leesik, nem fog megsérülni tarantulád. Természetesen neki is kell itatótálka, párasítás szempontjából pedig elegendő, hogyha a víz túlcsordul a tálka újratöltésekor. Etetéshez mérettől függően havonta 2-3 sáskát, 3-5 tücsköt, vagy esetleg 1-2 csótányt ajánlok. Ha nem ettem meg, akkor az eleségállatot érdemes kivenni, nehogy a madárpók megsérüljön. Vedlés után 11-14 napot ajánlott várni a következő etetésig. Nagyon kicsi az esélye, de előfordulhat, hogy nem eszik egy ideig.
Ilyenkor nem kell megijedni, ez néha megesik. Ha ez bekövetkezne, akkor hetente megpróbálhatunk enni adni neki, de ekkor sem szabad napokra bent hagyni nála az ételt, mivel ebben az esetben nagy eséllyel a közeledő vedlés miatt nem mutat érdeklődést a táplálékszerzési rend. Ha vedlésnél bent marad a tarantulánál egy jelenségállat, az könnyen stresszelheti, megsebesítheti, vagy akár meg is ölheti az ilyenkor védtelen pókot. Remélem tudtam segíteni a videómmal. Ha tetszett, kérlek dobj egy lájkot és iratkozz fel. Ezen felül ne felejtsd el lecsekkolni a leírást, ahol további érdekes és hasznos információkat találsz. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!